A határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését szolgálhatja az a projekt, amelyet a Csengeri kistérség a romániai Nagykároly és térségével valósít meg. Egy uniós pályázat révén a határ mindkét oldalán térfigyelő kamerákat telepítenek a települések frekventált helyeire, amelytől a közbiztonság javulását várják a szakemberek. Az elsődleges célunk itt határ mentén, hogy a határon átnyúló kapcsolatokat minél jobban tudjuk ápolni, és itt a legfontosabb a közbiztonság helyzetének a szervezése, megoldása. Ebben a pályázatban térfigyelő kamerákat tudtunk vásárolni. A Csengeri kistérségben mind a 11 település kapott egy-egy kamerát, amelyet a polgármesterek és a testület mondta meg, hogy körülbelül hova kellene ezeket felszerelni, ezeket a kamerákat. Emellett a drogprevencióval kapcsolatban, tehát megelőzés a diákoknak, gyerekeknek lesz egy képzés, és a polgárőröknek pedig ruhát tudtunk vásárolni, valamint mindegyik polgárőrség vagy itteni szervezet, aki kéri, kap egy éjjellátó kamerát is ezzel a program. A program összköltsége 118 ezer euró, ebből finanszírozzák a közbiztonság javításához szükséges eszközöket, illetve képzéseket. A határ túloldalán hasonló fejlesztések valósulnak meg, 23 térfigyelő kamerát szerelnek fel. A román fél szerint a kistérségek számára nagyon fontosak a határon átnyúló kapcsolatok, mert csak így tudnak uniós forrásokhoz jutni. December végig meg kell valósítsuk ezt a projektet. Nagyon fontos a mi részünkről, ugyanis az Európai Uniós pályázatoknál inkább a nagyobb városoknak vannak lehetőségek arra, hogy pályázzanak, így a kistérségek el vannak úgy gondolom maradva, és ezért ez a határon átnyúló pályázati lehetőség nagyon fontos lehet mindenki számára. A programtól a közbiztonság javulásán túl a határmenti együttműködések további fejlődését is várják a térség polgármesterei.